Üdv! Most teszek egy kis kitérőt az erdőbe. De előtte még benézek Petrushoz, aki egyedül tért vissza. Lótrek egy kis kompenzációért cserébe ad egy tippet, miszerint Petrus szándékosan hagyta magára My Lady-t. Milyen kedves ember! Ezek után előjön Petrus sötét oldala. Right now, you could do as you please with her. The poor little purebred is entirely helpless. Te beteg fasz! Hiába, ez a tag még mindig hasznosabb nekünk élve. Ja, amúgy a disznó ellen van egy trükk. Itt fenn ad ilyen koponyát a játék, ami képes ellenfeleket csalogatni oda, ahova dobod. Csak dobd a tűz mellé köbő ide és a disznó belesétál. Ha jól megy minden, akkor megpörzsölődik. Erre eddig miért nem gondoltam? De vissza az erdő fele. Normális esetben az egyetlen út oda ezen az amperes furkóferkón keresztül vezet. Keresztül futhatsz az egészen, de minek, ha az akadályt el is pusztíthatod. Ellenük harcolni egy seggfájdalom, de én eddig azt tapasztaltam, hogy ha mindig a neked jobb oldalra oldalazol, akkor könnyebben boldogulsz. Gratulálok, most megmutattad ki vagy. A súlyához képest úgy ugrál, mint a nikkelbolha. Ha tartod a távolságot, akkor villámot lő, de ha közel vagy hadonászik, megpróbál megragadni, időnként ugrál. A rivancommá teszlek. Mindezt egy nyersanyagért, amit még nem tudok használni. Mondjuk ebben a játékban szinte mindennek csak később lesz jelentősége. Végre egy jó piknik helyszín. Darkroot Garden olyan ellenséges, hogy a bokrok is a vesztedet akarják. Na itt él túl Berlitz. Ezek a démonbokrok ritkán okoznak komoly fenyegetést és valamiért belőled próbálják a glükózt kiszívni. Még a szép asszonytól Bördnél vettem ezt az M&M's cukrot, amit a földre ledobva csillog. Egy jó ideig ott marad, segít nem eltévedni. Azonban, ha ledobod a szakadékba. Ezzel a hanggal jelzi, hogy teljes életerővel ezt a zuhanást kizárt, hogy túléld. A bozott tüzetők sem szeretik. Na mivel állunk szemben? Ez a hely nagyon nyílt és nem meglepő, hogy tele van fával meg kelepcével. Az egyik út elvezet egy bosshoz, bár maga a harc unalmas és konkrétan rossz, ha közel harcra vagy összpontosítva. A boss utáni toronyban van pár fontos apróság. Azonban van egy út lefele Darkroot Basinhez. Basin bár a Gardenhez képest kicsi, de nem biztonságosabb. Darkroot Garden másik fele jelen pillanatban nem fontos, bár benézek oda. A többiről ahogy haladok. Na hajrá! Az út végén van egy kapu, ami jelenleg zárva. Ugyan meg lehet kerülni, de az út hosszú és veszélyes Basinen át. Andrétól lehet venni a kulcsot 20 000 lélekért. Azt a kul, de én nagyon is javaslom a megvételét. Időspórolás, ami többet ér. Itt van egy úgynevezett hamis fal, ami megcsapva eltűnik. Van mögötte egy bonfire. Puff. Akkor elsőnek a közelben lévő boss célzom meg. Á, nem csapda ugyan. Körbevesznek a gonosz galagonyák. Még jó, hogy nálam a bozót vágom. Itt ez már nyíltabb terep, több nyilvánvaló csapdával. Elsőnek erre. Kinőtt egy bokor. Na tűnj innen. Itt ez a mohás kőóriás. Van egy képessége, amivel lelassít téged, ha a közelében vagy, de ezt elsütni neki idő. Az alatt akár simán le is csaphatod. Gyertek még kérlek, még 100-an baszkikám. Mindig a leggyengébbet elsőnek, mert azokat becsülik alá a legtöbben. Kap be a menetemet. Mondom, amíg ezt csinálják, azt teszel velük, amit akarsz. A szegény kis kőgeci teljesen tehetetlen. Ez egy jó szett. Csak én nem érzem magam elég jónak hozzá. Még pár csapda. Itt egy fa, ami mozog.
Mögötte egy titkosnak szánt út. Mi ez a piros palacsinta béka hamúgy? Hehe, elsüllyedt szégyenében. Nem unjátok ezt a sok rajta ütést? Erre fel is van egy mohásos tromszobor. Az út legvégén egy gyűrű. Na vissza a boss irányába. A legtöbb ajt úgy tudott kikerülni, ha a terület bal oldalára húzódsz. Itt csak egy ilyen szarházi van, de nem ellenfél már. Ahogy mondtam, ha közelharcos vagy, akkor nehéz dolgod lesz a bossnál. Ezért van itt elrejtve egy jel. Hívhatod ezt a beaboszorkányt, aki lőni fogja. Kicsi Beatrice. Na gyere! Erre fennakad. Itt lapít az a sunyi nektárzabáló. Ez a rohadt lepke itt fog repkedni és lövi folyamatosan ezt a bűvös lézet, szóval ha csak nem vagy felkészülve rá, akkor meggyűlik vele a bajod. De Bea majd elintézi. Ha nem lőne folyton mellé. Néha leszáll növényt tenni, ezzel töltve az életerejét és közelharcban ez az egyetlen mód a bántalmazására. Viszont ilyenkor robbant. Te figyelj már, mi a tésztába tekert gumilófaszt csinálsz. A célzást úgy tudom már az elején tanítják. Ezt a harcot az asszisztom nélkül Bea simán megoldja. Na pillan, gó, haza! Mühe. A torony tetején van egy megkövesedett kovács egy divine parázssal. Lehet többféle parazsat találni, amit a megfelelő kovácsnak adva tud a fegyveret tulajdonságán változtatni. Nem bonyolult, csak sokáig tart elmondani, szóval, amikor sor kerül rá. Ezt Andrénak kell adni. És most kinyitom ezt a kaput. Ez a hely extrém veszélyes, főleg ha ember vagy, ugyanis ez egy PvP helyszín. Bármikor megszállhat valaki. Ráadásul vannak ezek a kibaszott áttetsző hippi erdészek, akik hamar lenyomnak, ha nem vigyázol. De sok lelket adnak, szóval ha begyakorlod, akkor farmolhatsz itt is. Ide is állhatsz, és aki rád esik, az tovább zuhan a feledésbe. Ezt mondjuk megérdemeltem picit. Van már ilyen csicsás sipkám. Ha ez Team Fortress 2 lenne, akkor már zaklatnának trade miatt random emberek. Irány B-szín. Szépen fokozatosan kell ereszkedni. Már megint. Na shit cimnét. Itt a legalján van egy bonfire. Itt a barlangban tovább van a Valley of Drakes, ami inkább jelentéktelen hely. Átvezető pár másik között. Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyet le tudok-e nyomni. Ez a villámszóró kék paraszt igazi rohadék. Bírjál magaddal, vattos tyúkvári, mi van? Oh. Hát. Nekem így is jó. Erről a helyről bővebben később, irány vissza. Tovább van pár kristálygólem. Ennek a fegyvernek nem akadály. Ami viszont komoly veszély, az a vízágyú hátul, ugyanis az egy hidra. A közelébe jutni sokkal nehezebb, mint megölni. Eltelik egy kis idő két lövése között, akkor érdemes futni. Nehogy megállj! Na meg a nénikédet ezért félbe foglak baszni. A stratégia egyszerű. Áll viszonylag közel hozzá, hadd támadjon a fejeivel, te meg egyesével vágd le őket, a fej levágva marad. Viszont ne menj túl közel, mert a víz hirtelen mélyül kocsolyából a Marianárok mélységéig. Szerencsére jó szögből látni a határt. Viszont a vízben nagyon lassan mozgok. Itt jön képbe a gyűrű az Arkham Asylumból, vagyis Undead. Mindegy. Szerencsére ez a hidra egy hülye, és ezért könnyű levagdosni a fejeit. Viszont az utolsó pár már nehéz, mert mire odaérsz, már nem éred el. Ha van nálad nyíl, inkább lőjed. Erről ennyit. Szépen a vízesés, illetve a fal mentén haladj tovább, ez meg ki. Mindegy. Szóval következő lépésként lépj ki a főmenübe és vissza.
megjelenik egy sárga kristálygólem. Az a játék csak az agyamat képes gigászi magasságokba felbaszni. Ő keményebb legény, de ha lecsapod, akkor világra hoz egy nőt. Óvatosan, nehogy véletlenül lecsapd. Dusk közli, hogy valami Ulasil nevű helyről származik és csapdában volt, majd eltűnik. Az anyját ez, de trükk. A jelét a parton lehet megtalálni. Megidézve kereskedőként működik és tanít pár varázslatot. Castlight az, ami igazán érdekel. Meg ez a gesztus. Ha kilépsz a menübe és vissza a játékba, majd visszamész oda, ahol az az aranykristály gólem volt, akkor felveheted a ruháját egy tetemről. Átkozottul jól nézek ki benne. Na az ott egy jó játék. Ez amúgy az Artorias of the Abyss DLC része. Még pár teendő hátra van, mire ténylegesen ennek neki lehet kezdeni, de egy jelentős ideig erről ennyit. Master Key nélkül csak most találkoznék Havellel. A vizesésnél van egy létra, úgyhogy felfele. What a thrill. With darkness and silence through the night. Szerintem itt az idő, hogy elmondjam a nagy titkomat a videóimról. Mindössze annyit csinálok. Tényleg csak ennyi az egész, mit gondoltok erről? Ja, hogy nem hallottátok a vizeséstől? Na se baj. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. Átmehetsz ezen a hídon is, ha utálod magad. Ide később. És ezzel megkerültem azt a kaput. Kettőt tartottam. Jön valaki. Kimegyek ide a tisztásra, hogy észrevegyem. Még egy? Azt hiszem erre rábasztam. Konkrétan megerőszakoltak. Ők a Forest Hunter Covenant részei voltak. Aki az erdő ezen részén tévelyeg, azt megtámadhatják. Köcsögök. Miután ez a szájba vert Covenant nem hagy túrázni, inkább csatlakozom hozzájuk. Ennél a romos résznél vár Alvina, aki egy érdekes macska. Go not yonder knocking for nothing, I say. Faszomó angol. Azt hiszem igen. I am very glad. Helyes válasz. Most legalább békén hagynak. Itt van Shiva. Ez a tagismerős. Mögötte viszont van egy ninja. Na ő viszont nem hasznosabb élve. Bár ez árulásnak és bűnnek számít, szóval a Covenant úgymond kicsap. De Oswald ezért van, igaz? Hiperkálod neki a lelket és visszafogadnak, mintha mi se történt volna. I am glad. A gyűrű, amit a ninja ad, érdekes. Ha a maximum ekviplódott 25%-áig vagy leterhelve, akkor itt akrobatikázhatsz 1000-rel burulás helyett. Egy picit még tovább megyek, mert van pár csesztetni való gombasrác. A gomba apuka kiosztott egy hatalmas csicskalángost. De amúgy ezért az Enchanted parázsért jöttem. Ezt Rickertnek kell adni, aki továbbra is New London Ruinsban bassza a bűvös rezet. Az erdő többi részéről szó lesz később, de még nem áll érdekünkben erre tévelyegni. Úgy érzem, még van egy fontos elintézni való egy bizonyos katakombában. Na csáó!